Köszöntök mindenkit, Tamás Kovics Gyula vagyok, a középkori asztrológia magyarországi gyakorlatának meghonosítója. A középkori asztrológia az asztrológia történetének egyik kiemelkedő restaurációs időszaka volt. Ezen időszakban megszületett eredménye, mesterséges gyűjtőfogalma, tehát ez a kifejezés, hogy középkori asztrológia. Az Asztrológusok Magyarországi Egyesületének szervezésében megrendezésre kerülő második asztrológus konferencián előadással és középkori prezentációval egybekötött nyílt szakmai beszélgetésre invitálok mindenkit a halál asztrológiai megközelítéséről. Az előadás témájául választott halál esetében mi lehet az az előzmény, amely mérvadó lehet? Az élet folyamán nem halunk meg többször. Az élet folyamán nem is születünk többször. Tehát a halál megközelítésének alapvetően másmilyennek kell lennie, mint az élet egyéb történéseinek. A halál asztrológiai megközelítésének alapja csak a születés. A születés idejének asztrológiai feltérképezése lehet egyedi, speciális megközelítést igényel. Pont erre akarom felhívni a figyelmet az előadásomban, illetve arra, hogy az asztrológia működtetése, alkalmazása, akár a halál megközelítése sosem öncélú, hanem annak a nemes célnak alárendeltje, hogy segítsük a hozzánk fordulók. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak.